Sziasztok! Ez az új vlogom megint. Hát nem lesz mostanában ilyen túl sok perces videó, ugyanis hátrajöttem, és hát gondoltam, hogy beszámolok nektek a mai napról, hogyha érdekel valakit. Egyébként most jöttem meg nemrég az óvodából, ugye unokaöcsémmel voltam, unokaöcsémért ugye, mert három unokaöcsém van, gyerekek. Egyébként remélem, hogy tetszik nektek ezek a vlog videók, meg minden. Hát próbálok minél többet gyártani, és hát minél jobbakat, de viszont így telefonon keresztül nagyon nehéz, ugye az adott dolog, meg minden, és akkor hát így nehéz a videó csinálás, de nem tudom, nekem ez egy hobbi. Most én nem a nézettségre megyek, nem a pénzre megyek, meg ilyenek, hanem így ez egy hobbi, tehát így nekem ez tök jó, így kikapcsolódás, unalom, hát így unaloműző, tehát az egész dolog. Aztán ugye hátra jöttem, hogy ne zavarjam tesómat se a piciket, úgymond. Ja, hát gyerekek, furcsa az, hogy hirtelen megnőtt a hajam, nem? Nem, egyébként nem nőtt meg, hanem itt egyébként, itt nem tudom mennyire látszik, hogy itt egyébként ilyen kopaszos vagyok. Egyébként tegnap este a gyerekek befestettem a hajamat. Tesómat szerettem volna megkérni rá, de hát nem sikerült, mert ő neki tanulnia kellett. Mögöttem a dolgokat, ne nézzetek, mert hátul vagyok. És akkor annyi a lényeg, hogy nem akartam őt zavarni. Tehát én próbáltam magamnak így befesteni a hajamat, amennyire sikerült. Nem tudom. Szépnek nem vagyok szép, tehát valljuk be. Tehát én ezt felvám, nem vagyok szép, tehát úgymond egy kövéres csaj vagyok, 18 évesen kövér vagyok, nem vagyok egy top modell, de örülök annak, hogyha elfogadnak így az emberek. Mindegy, lényeg az, tehát hogy a mai napom abból lát, hogy fölkeltem, vigyáztam kettő unokaöcsémre, ugyanis tesóm volt vásárolni, mindegy. És ennyi volt, utána hazajött tesóm, így el voltunk majd minden, aztán utána így eljött a délután, vagyis megebédeltünk, eljött a délután, itt próbáltam így szépen csinosba kicsinosítani magam, de jó, hogy nappal szemben vagyok, aztán most értünk haza nem régen, ugye, annyi volt, hogy pár képet csináltam magamról. Aztán most így kijöttem nektek így vlogot csinálni megint, már Facebookon ugye feltettem azt a kérdést, hogy csináljak-e még videókat, érdekel-e titeket, és hát azért nem sokan, de három ember azt mondta, hogy persze kezdjem, meg minden, úgyhogy meg hogy mellettem állnak, hogyha így videózom, és hát próbálom akkor gyártani így a videókat. Lehetséges, hogy minden nap nem lesznek videóim, csak tegyük föl, mit tudjam én, heti három videó, de egyéb dolgot is töltök föl majd szerintem, nem csak vlogokat, meg ilyeneket, hanem tegyük föl, városba vagyok, és hogy mit tudjam én épp, hogy néz ki a város, stb. Meg hát ilyen, próbálok ilyen vicces, humoros videókat is feltölteni majd. Ugyanis ugye nekem kettő csatornám van, hát hogy mondjam nektek, tehát nézzétek már mind a két csatornámat, pontosan most egy kép alapján, nem, hát ugyanazon a néven vagyok fenn, de viszont nem, hát ilyen fekete hajú képes történet is van fent, meg egy régebbi képem is van fent, hát nem most egy képek vannak fönt ott a csatornáimon, de jelenleg így nézek ki, ahogy vagyok, de viszont ugyanazon a néven vagyok föl. Nézzétek meg, hogyha így tegyük föl, két napja töltöttem föl videót, az vagyok én, ahol most töltök föl videókat. És hát ezen a csatornán lesznek folyamatosan videók, ahogy csak tudok gyártani nektek. De viszont, hát most nézem, tehát egy 4 perc 32 másodpercnél tartunk a videóban. Nem szeretném sokat húzni az időt, már nekem is lenne még feladatom, még így a napból, nagyon sok minden. Hát gyerekek, ez vagyok én. Tudom, mit sokan is mondtátok, hogy jól nézek ki, meg minden, meg hogy tetszek, meg hogy
hogy legyen köztünk valami, úgymond, de viszont én úgy vagyok vele, hogy magánéletről most így nem akarok beszélni, de hát én általában megfontolom, hogy kivel vagyok együtt, és kivel nem. Hogyha olyan ember nézi a videót, aki Facebookon nem ismerősöm, de viszont szeretne megismerni, az nyugodtan bejelölhet. Eredeti néven vagyok fönt YouTube-on is, Facebookon is, ugyanazon a néven, ugyanúgy kell beírni Facebookon is a nevem. Úgyhogy ennyi lényeg az, hogy ugye lehet, hogy pár embernek, aki ilyen úgymond külső ember nézi, tehát csak úgy magától rákattintott a videómra, lehet, hogy ismerős vagyok egy-két embernek, tehát tegyük fel, hogy Nógrád megyei nézi meg a videómat, tehát Nógrád megyéből vagyok, tehát ismerős annak, hogy épp olyan ember nézi, de viszont már most, hát úgymond 7 hónapja nem lakok Nógrád megyében, hát úgymond, hogy hál' Isten, meg nem is hál' Isten, de lényegtelen ez, csak így elmondtam, így azok számára, akiknek talán ismerős lehetek. Hát, ennyi. Tehát most én Vas megyében lakom, úgyhogy ez van, gyerekek. Na mindegy, hogyha tetszett a videó, Léci, akkor jelezd azzal, hogyha szeretnél több videót, hogy lájkolod ezt. Hát én úgy vagyok kommentekkel, tehát hogy nyugodtan írhattok bármit oda, tehát hogy én leszarom a rossz kommenteket, én nem foglalkozok az olyan emberekkel, akiknek nem tetszik. Tehát nem foglalkozok egyszerűen ilyenekkel. Én viszont úgy tartom, hogy engem ez így tökre felszabadít meg minden ez a videózás, és azért gyártom meg így a... Így ahogy beszélgetek veletek, így a stresszet azt így oldom magamban, meg így a feszültséget, ami van. Meg hát lehet, hogy van olyan pár ember, aki nézi, akinek hiányzok, vagy valami. Viszont lassan lezárnám ezt a videót. Gyerekek, hát igyekszek még videókat gyártani. Na, nem tudom, hogy este nézed-e a videót, vagy így délután, mikor felrakom. Hogyha most nézzetek, akkor szép délutánt, ha este, akkor szép estét. Úgyhogy lesznek majd videók. Jelezzétek egy lájkkal, köszi szépen nektek. Puszillak titeket, sziasztok!